Most, ha mondjuk mi itt mesztelenül beszélgetnénk, szerinted az kívánatos lenne a nézők számára? Az valószínűleg nem, de gondold el, hogy a politika hogy megváltozna, hogyha azok az öreg, lógó, hogy is mondjam, nemi szervekkel rendelkező bácsik oktatnának ki arról, hogy hogyan van a világ. Ma a baloldal nem a hatalom átvételről szól. Tanítókra van szükségünk, nem fönt kell változtatni, hanem lent kell változtatni. Vannak népfőiskolák, vannak olyan tanfolyamok, ahova egyszerű emberek bemehetnek és hallhatnak a bankokról, a kapitalizmusról, a piacról. Nem Pesten, vidéken. Nincsenek. Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, Partizán politikai közéleti talkshowja. A mai vendégem Csányi Vilmos etológus, de ezzel igazából csak egy nagyon szűk körét fettem le az ő szerteágazó tevékenységének, hogy mikkel foglalkozik még, hát többek között erről is szó lesz majd ebben az interjúban. Ha szeretnéd megnézni a vágatlan verziót, akkor mindenképpen fizess elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Kezdünk! Ugye a szélesebb közönség számára a neved az összefort a kutyával. Ezért szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy neked mi az ősélményed a kutyával való találkozással? Ős élményem, amikor volt egy tacsink otthon, akkor én lehettem olyan 16 éves, és az öcsémmel azt vettük észre, hogy a tacsi az jelzi, ha jön valaki, de csak ha ismerős jön. Egy sajátos nyűszítést ad. És akkor elhatároztuk, hogy megtanuljuk, amikor a tacsi nincs ott, akkor gyakoroltuk ezt a nyűszítést, amikor úgy gondoltuk, hogy jó, akkor senki nem volt otthon, ketten a tacsival, és nyűszítettünk. A tacsi rohant az ajtóhoz, és persze nem jött senki. És akkor visszajött, és végigmért bennünket, de olyan... Szóval szörnyű volt, és soha többet nem adta ezt a nyűszítést, és nem jelezte, hogy jönnek a többiek. Wow. Nyilván etológusként visszaolvasva teljesen más típusú benyomásaid és tudásaid adódhatnak ebből a helyzetből, de arra vissza tudsz emlékezni, kisgyerekként mi volt az alapvető élményed attól, hogy megtévesztetted a kutyát, és ő, ha jól értem, visszajelzést adott neked arra vonatkozóan, hogy most miért éltél vissza az én bizalmammal? Vannak dolgok, amik a gyerekeknek természetesek. Nekem az természetes volt, hogy a kutya értette, hogy mit csinálunk. Aha. Tehát az nekem nem úgy gondoltam a kutyára, mint egy állatra. A gyerekek nem úgy gondolnak. Nem látják a különbséget, vagy nem akarnak különbséget tenni. Azt később magyarázzák el nekik, hogy ők mennyivel magasabb rendűek, és az csak egy állat. De ez akkor nincsen. És azt hogy magyarázta magának kisgyerekként, hogy többet a tacskó nem adta ki ezt a hangot soha többet? Meg volt sértődve, mert átvertük. És azt senki se szereti. Tacsi különösen nem. Ugye humoristák szoktak arra panaszkodni, hogy amikor itt találkoznak civilben emberekkel, akkor mindig vicceket kérnek tőlük, és ez mennyire fárasztó, vagy az esetben lealacsonyító. Hogy zavarná téged, hogyha most, mint etológust arra kérnélek, hogy behívnám a kutyát, akivel találkoztál itt kint az előtérben. De hogy zavarná, nem zavarná, akkor Mokka, gyere be, légy szíves. Mokka, gyere be, gyere. Mokka, gyere, te már olvastál szóval, mit gondoltál róla, amikor először megláttad? Hogy mit lehet egyáltalán kiolvasni igazából egy kutyából, amikor először meglátod őt? Hogy is mondjam, engem szeretnek a kutyák azért, mert érzik azt, hogy én is szeretem őket. Ez kölcsönösség. Nyilván te annyit foglalkoztál már kutyákkal, és a kutyán keresztül igazából az emberrel, hogy felteszem azzal, hogy bejött a kutya, itt történt közöttünk némi interakció, most már lefeküdt ide a lábamhoz, hogy te ebből annyi mindent ki tudsz olvasni róla is, rólam is, amit valószínűleg sok órás beszélgetésben sem biztos, hogy sikerül, nem tudom én, föltárni egy másik emberben. Hogy te ezzel a tudással közlekedsz a hétköznapokban is? Tehát te hogyan olvasod az embereket a kutyáikon keresztül? Ez sokkal általánosabb dolog. Ugye a fiam még kiskorában egyszer azt mondta, hogy apa otthon is szokott kísérletezni. Ez csak annyit jelent, hogy az ember figyel és természetesen értelmez. Tehát
az, hogy a kutya ott fekszik, és nem itt, így szoktak feküdni általában. Ennek megvan a jelentősége. Az, hogy megérint téged, és nem ennyivel arrébb, annak is. Bocs, ezt miért csináltam azt szerinted? Miért ment át most hozzá? Mert engem szeretnek a kutyák. Ez sajnos így van. Alsó osztálybeli családi származásodon, erről több interjúban is beszéltél már, írtál is róla. Mit jelent számodra az, hogy egy olyan korban indulhattál el a tudományos pálya irányába, amikor egyáltalán lehetőségekben állt mondjuk egy munkás származású gyereknek eljutni a ilyen típusú akadémiai pozícióba? Igen. Szerinted van-e ez ma Magyarországon? Fönnáll-e ez a lehetőség? Sajnos nem áll fönn ez a lehetőség. Előző átkos az... Azért volt nagyon érdekes, sok szörnyűségével és sok jó tulajdonságával együtt. Az egyik jó dolog, amit tett, az, hogy felkavarta a társadalmat. Tehát én, amikor 3-4 éves voltam, és Zuglóban laktunk, és vonattal mentünk a gödöllői nagymamákhoz, akkor a keletibe gyalog ment. És én mindig kérdeztem, hogy miért nem villamossal megyünk, ez sokkal kényelmesebb, mert fárasztó. Azért, mert a villamos egy 30 fillér, és hárman vagyunk, az már majdnem egy pengő, és egy pengője rengeteg élelmet lehet venni, ezért mi mindig gyalog megyünk. A szüleim ezt úgy, hogy is mondjam, úgy fogalmazták a mi életünk, hogy ez a mi életünk. Mi nem pazarolunk 30 fillért villamosra, hanem szépen kimegyünk, mert azon lehet zöldséget venni. És ez egy természetes dolog volt. Most az 50-es években ez felfordult, és elkezdték mindenkinek magyarázni, hogy ez így nincs jól. Másképp is lehetne, és azoktól el kell venni, és neked is részesülni kell benne. Ebben rengeteg igazságtalanság is van. De az, hogy egyáltalán fölmerül az a lehetőség, hogy más is lehetsz, mint amivel rendeltettél a születésed és a környezeted miatt, ennek a rendszernek volt köszönhető. Hozzá kell tegyem, hogy én ilyen szempontból kivételesen szerencsés ember vagyok, mert nagyon sok barátom, kollégám belerokkant ebbe. Hogy is mondjam, nem fogadtak be. Tehát nekem az egész fiatal korom azzal van tele, hogy megyünk a egy hónapi katonai gyakorlatra Bugatra, és az értelmiségi fiúk arról beszélnek, hogy most az operában, az Aidában, a második felvonásban ki énekel és mit. És mi ottan hárman, négyen más, ugye alulról jöttek voltunk, fogalmunk se volt erről, és nagyon, hogy is mondjam, részben szégyeltük magunkat, hogy mi ezt nem tudjuk, és egy ilyen tehetetlenségi érzés volt, mert aztán kiderült, hogy hiába tanulod meg, hiába tudod. Ezek vagy elfogadod az elválasztást, és megéled azt, hogy neked egyedül kell mindent megoldanod, és akkor majd egyszer tisztelettel fogadnak, hogyha az neked fontos, vagy belerokkansz. Házasságok, ital, öngyilkosság, minden előfordul. De milyen elválasztást kell elfogadnod? Azt, hogy egyedül vagy. Nem fogad be a társaság, nem fogad be az egyetemen az a társaság, aki a jobb társaság volt, nem tudom, hogy nevezzem, értelmiségi polgári társaság, az nem fogadott be. Azért nagyon fontos a példád, mert arról beszélsz, hogy a kulturális különbségek, hogy mondjuk ki az, aki operát hallgat és ki az, aki nem, azért az alapvetően osztálykülönbség. Igen. És közben azért a te munkásságod visszatérően központi gondolata mégiscsak az,
hogy az együttműködések előmozdítása tudhat megoldást adni a nagy társadalmi kataklizmákra. És mégis emellett azt is hangsúlyozott valóban, hogy van egy ilyen mély magányossága az emberi létezésnek. Hogy oldod fel ezt az ellentmondást? Én nem hiszem, hogy ezt fel lehet oldani. Ugye az embernek vannak alap tulajdonságai, most biológiai tulajdonságai, amelyek minden kultúrában a kultúra szerkezetének függvényében nyilvánulnak meg. A régi csoportkultúra, ősi, ősközösségi csoportkultúra, az adott egy kerek ideológiát, ami a kiegészítő együttműködés volt a lényege, hogy együtt éljünk és megéljünk, tehát hogy életben maradjunk. Ehhez bizonyos dolgokat együtt kell csinálnunk, és te ennek egy része vagy, ez a feladatod, de látod az egészet. Ma a gyerekednek nem azt mondod, hogy ha aztán felnősz, akkor a közösségünknek fontos tagja leszel, és ez lesz a dolgod. Mert nincs ilyen, hanem azt mondod, hogy csináld meg magad, keresd, tanulj rendesen, keresel egy jó állást, vagy egy vállalkozást, és majd lesz belőled valaki. Nem közösség lesz belőled, valaki lesz belőled. Hogyan jutott el a klasszikus etológiától a humán etológiáig, és igazából mi az a humán etológia? Tulajdonképpen az etológiai módszert, mint módszert, tehát az, hogy megfigyelem, hogy mit csinál az állat, és nem avatkozok bele, azt minden lehetne embernél is alkalmazni. Ugye a szociológia, antropológia, a humán tudományoknak megvan a maguk területe, ezt az etológia, a humán etológia nem helyettesíti, vagy nem akarja pótolni, hanem ki akarja egészíteni. Az adatok, azok a szociológia, antropológia, pszichológia területéről vannak. Tehát a humán etológia, mint adatszerző tevékenység, az nem nagyon van, mert megvannak az adatok. Az interpretációkat szolgáltatja, egy evolúciós interpretációt ad. Ugye az etológiának, a humán etológiának is, de az etológiának a legfontosabb elve az, hogy ha egy viselkedést megismersz és leírod, az az első lépés. Az, hogy megmagyarázd, hogy ez miért van, ahhoz vissza kell tudni vezetned az eredetéhez. Most ugye az etológia az eredetet keresi mindig, és akkor elégedett egy magyarázattal, ha meg tudja mondani, hogy hogyan, milyen apró lépésekben alakult ki az a tulajdonság, ami van. Kicsit ugorva a témák között. Vilmos, te hogy érted meg a rendszerváltást? Elkapott-e akkoriban téged ennek az egésznek az optimizmusa? Mert később aztán eléggé kritikus gondolatokat fogalmaztál meg, de akkor, amikor lezajlott, akkor mi volt hozzá viszonyulásod? Nehezen tudom már elválasztani a saját konkrét gondolataimat az akkori, hogy is mondjam, korszellemtől. Ugye azt gondoltuk, hogy pillanatok alatt Ausztriát fogjuk utolérni. Ezt te komolyan gondoltad? Nem gondoltam komolyan. Én nem gondoltam komolyan, én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon izgalmas, érdekes szituáció, de hát itt bevezetik a kapitalizmust, és annak vannak bizonyos szabályai, amelyek nem biztos, hogy kellemesek lesznek. Ahogyan visszaolvastam a korai interjúidat is, soha nem voltál igazából piaci fundamentalista, miközben azért a korosztálytársaidat, meg felteszem, hogy a tudományos mező több tagját is, ez a típusú lelkesültség a rendszerváltás korában nagyon is erősen jellemezte. Igen, hát én úgy éreztem, hogy én egy baloldali ember vagyok, és hogy az ember ma már a technológia segítségével mind a 10 milliárd ember szükségleteit képes kielégíteni, a vágyait még nem. És nagyon tisztességtelen dolognak tartom azt, hogy ennek a lehetőségnek a birtokában hajléktalanok vannak, nyomorognak, éhen halnak, stb. Van egy amerikai science fiction író, a Kim Stanley Robinson, akinek igen, magyarul is megjelent a könyve. Ugye a jövőminisztériumára gondolsz most. Minisztériumára, aki azt a zseniális dolgot művelte, hogy a következő 50 évet megírta. Elképzel egy olyan világot, ahol a szabad piacot átvezetik egy vezérelt
mindenkit kielégítő formába. Tervezett gazdaságát mondjuk ki. De igen, de igaza van. Hát gondolj bele, hogy a zöldek nagyon szimpatikusan tiltsuk be a szénbányákat, meg az olajbányákat. Most rögtön és már is a klíma nagyot fog javulni. Ezt a kapitalizmusban ilyen nincs. Hát azok tulajdonok, abban sok ezer milliárdos dollárú értékek vannak, nem lehet elvenni ilyet ebben a rendszerben. Arról beszélsz, hogy most, hogy a tőkeérdek és a klímaváltozás megakadozása antagonisztikus ellentétben egymással. Igen, de ezt ő megoldja. És az az érdekes, hogy nem erről vitatkozunk. Tehát én nem azt várom, hogy most vezessünk be valami olyan rendszert, amit egy valaki kigondol, hogy hogyan lehet megoldani, és akkor minden rendben van, hanem az igazi problémákról vitatkozunk. Arról vitatkozunk, hogy hogyan lehet a piacgazdaságot úgy megformálni, hogy az ne okozzon súlyos sérüléseket a résztvevőknek, de megoldja a problémákat. Mondok egy példát, hirdetés. Mire szolgál a hirdetés? De teljesen értelmetlen dolog, mert ha megnézed, milliárd féle dolgot állít elő az ipar, és mit látsz a televízióban, 10-15 dolgot hirdetnek. Ha veszel egy csavart az autódba, azt nem hirdeti. Ha elmész a szerelőhöz, és mondod, hogy milyen csavar hiányzik, és megkapod. Tehát nem igaz, hogy a hirdetés azért kell, hogy te tudjad, hogy hol van a dolog. A hirdetés az fogyasztásra serkent. Ezt például be kéne tiltani. Nincs hirdetés. Már is visszaesne a kereslet 20-30%-kal, a klíma már jól járna. Ugye repülés. Tudjuk, hogy a klímaváltozáshoz nagyon hozzájárul a rendkívül intenzív turista forgalom. És az ő megoldása az, hogy fel kell újítani a léghajókat. Ma már lehet biztonságos, stabil és nem szennyező léghajókat csinálni, és az Amerika-Európa közti út az nem 3 óra lesz, hanem 1 hét. Ez az ára. De ezt fizessük meg a bolygóért. Nem akarom azt vitatni, hogy nyilván az egyéni fogyasztási szokásoknak a radikális átalakításával lehet mérsékelni ezt a problémát, de felszámolni azért nagyon nehéz, mert a defoszilizáció az olyan súlyos tőkérdekeket sért, amelyeket egyéni szinten nem lehet kezelni. Ebben tökéletesen egyetértek, én a kettőt együtt képzelem. Tehát egyrészt erről való beszédet hiányolom. Tehát az, hogy nem látszik, a fiatalokat sokszor értelmetlenül neki serkentik olyan céloknak, amik nem elérhetőek, mert túlságosan nagy érdekeket szolgálnak. Világosan kéne látni, hogy mi az, amit te is megtehetsz, és mi az, amit őhez összefogás kell, és megoldás, nem lerohanni és radikálisan betiltani, mert ez nyilvánvalóan. De miért nem bocsáss meg? Tehát, hogyha azt lehet látni, hogy a tudományos konszenzus, hogy van az évtized végig 8 évünk még arra, hogy radikálisan visszafogjuk a karbonlányunkat, a CO2 kibocsátást, akkor nem valójában radikális megoldásodak lenne itt most a szükségessége. Ugye meg a Robinson is felveti például az ökoterrorizmus kérdését, hogy az egy súlyos morális dilemma, hogyha nincs a változásra fogékonyság a világ vezető hatalma és tőkései részéről, akkor lehet, hogy ezek azok az eszközök, amikhez majd egyesek nyúlni fognak azért, hogy megmentsék az emberiséget. Most csúnya dolgokat fog mondani, nem fogtok neki örülni, de az emberiség csak a katasztrófákból tanulja meg, hogy mit kell csinálni. De ez egy ember tulajdonság. Tehát rábeszéléssel ez nem fog menni. Ha milliók, 1-2 milliárd hal meg klímaügyek miatt, akkor azonnal meg fog változni a helyzet. Tehát ugye azt lehet látni, hogy ha nagyon komoly, durva beavatkozás történik egy kultúra, egy társadalom életében, akkor képes gyors változásra. Rábeszélésre nem. De ugyanakkor azért ez a katasztrófa, ez pont azokat fogja meggyilkolni,
akiknek a legkevesebb felelősség van abban, hogy ez egyáltalán előállt. Tehát hogy itt nem most jó Isten meggondolkodsz, hogy... A felső 1% fogyasztása gyilkolja meg az alsó 50%-ot. Tehát hogy azt lehet tudni, hogy globálisan a felső 1%-nak pont annyi a karbonlábnyoma, mint az alsó 50%-nak. Bocsánat. A fogyasztás az lényegtelen. Hát az, hogy most a hát valaki... Az előbb mondtad, hogy nem. A szervezet a lényeges. Tehát az, hogy a felső 1% az mit fogyaszt, az valószínűleg egy nagyon törpe dolog. Mit szabályoz, az a komoly dolog. Tehát az a szervezet, hogy van egy hatalmas szénbányám, gyáraim, stb., és ezeket valamilyen szakértő gárda alapján ilyen-olyan irányba irányítom, és nem engedem meg azt mondjuk, hogy olcsót, terméket gyártsanak, hogy mindenkinek legyen ebédje és lakása és ruhája, pedig én megtehetném. Ez a probléma. Nem az, hogy én mennyit eszek. Hát jó, van 8 milliárd ember, abból néhány 10 millió az azt jachtja van, és azt nincs a 10 millió jacht. Sokkal kevesebb, de azt eszik, azt iszik, és oda megy, ahol akar. Ez nem teszi tönkre az emberiséget. A szervezet teszi tönkre. Az a mód, ahogy a piac gazdálkodik a termeléssel. A termelés nem a szükségleteket elégíti ki, hanem a vágyakat, mint ezt már előbb beszéltük. Igen. És itt kell beavatkozni. Oké. Okay. De akkor hogy kell beavatkozni? Egyáltalán szerinted a klímaváltozás kérdését kapitalista termelési viszonyok között meg lehet oldani? Nem. Vagy katasztrófák lesznek, vagy az iskolában néhány generáció alatt. Ha az iskolai oktatást olyanra csinálnánk, amilyenre kell, hogy a gyerekek kezdettől fogva egy olyan kultúrát kapjanak, ami másról szól, mint a... hogy is mondjam, a státusz, ami egy nagyon fontos biológiai igénye az embernek, hogy a státuszt azt nem anyagiakkal elégítjük ki, hanem versennyel, énekkel, sakkozással, színdarabokkal, tévénézéssel, mit tudom én, akkor már óriási dolgot tennénk. Ugye az emberiségnek a legnagyobb problémája az a populáció növekedés. Ezt nem az a probléma, sokan mondják ezt, hogy túl sokan vagyunk, hanem hogy ha nem a közösségi elvek alapján működik a világ, hanem a profit érdek alapján, akkor valóban nem tudunk 8 milliárd embert ellátni, mert profit alapon nem lehet őket táplálni. Ha viszont a közösségi rendelkezés lenne a kérdés, akkor egy percig nem állna elő az a kérdés, hogy ja Istenem, mit kezdünk a túlszaporulattal, mert abszolút elégségesek a föld erőforrásai, az elégséges és kielégítő minőségi táplálásokhoz. Minden szabaddal egyetértek, csak értsd már meg, hogy ez egy rendszer, amit nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Azon kívül, ha most mindenki megkapna mindent, ugye egy rendkívül nagy probléma van, amiről azok, akik a alapfizetést javasolják, amivel én egyetértek, azok nem számolnak. Az ember azon kívül, hogy enni kell neki meg szaporodni, még egy tulajdonsága, egy nagyon fontos tulajdonsága van, genetikailag alapvetően egy tevékeny lény. Muszáj neki csinálni dolgokat. Na most, ha mindenkinek mindent adsz, hogy meglegyen a fedele és a napi tápláléka mondjuk, akkor nem fog otthon ülni, hanem akkor valamit akar csinálni. Ha nem tud mást, akkor felborigatja az autókat, vagy a teheneket Indiában. De ez nagyon fontos. Miért gondolod, hogy rögtön erőszakba torkollana az, hogy felszabadult a bérmunka kényszere alól? Mert nem, ha nem adsz neki értelmes tevékenységet, tönkre megy. De azt nem látod? Vagy az nem fér bele az emberképed, vagy ellentétesek a tapasztalataid, hogyha az emberek azok alól a kényszerek alól föl vannak szabadítva, amelyek jelenleg megakadályozzák az önkiteljesítésüket, illetve arra kényszerítik őket, hogy az alapvető létfeltételeikért küzdjenek minden nap. Tehát ha ez alól felszabadulnak, akkor elképzelhető, hogy az együttműködésnek, amit te annyira szeretnél látni... Azt szervezni kell magát. Az világos,
De elkezdik ők maguk saját, tehát miért nem hiszel az önigazgatásban? Én hiszek az önigazgatásban, ha elkezdik szervezni. Azt nem hiszem, hogyha ha máról hónapra, bocsássanak, egy nagy, hogy is mondjam, egy pszichológiai probléma van veled is, meg mindenki, aki velem biztos, velem sok pszichológiai probléma, azt találom. Nem, azt hiszitek, hogy egy 50 éves embert meg lehet győzni arról, hogy ő 20 éves, és minden megváltozott, és így viselkedjen ezentúl. Nem lehet. Az 50 éves még 20-30 évig viszi magával az eddigi emlékeit, tapasztalatait, benyomásait, késztetéseit. Ahhoz, hogy új rendszer kezdődjön, csecsemők kellenek, olyan nevelőkkel, akik már át vannak nevelve. De azt mondod, mert hogy mégis ez, tehát azt állítod, hogy szervezni kell az idejüket, le kell kötni a figyelmüket, tevékenységet kell nekik adni, és azt mondod, hogy erre önmaguktól feltétlenül nem képesek. Biztos, hogy önmaguktól is képesek lesznek. 8 milliárdról beszélünk. Beszéljünk egy kicsit a szexualitásról? Beszéljünk. Több dologgal is készültem erre vonatkozóan. Egyszer nyilatkoztat például azt, hogy elképesztő, hogy egy gyerek felnőhet úgy, hogy 14-15 éves koráig nem lát mesztelen nőt és férfit maga körül, majd az első élménye erről a pornó lesz, amit az osztálytársak megmutatnak neki. Ez egy nehéz téma, de még én is emlékszem, hogy amikor én voltam kisgyerek, teljesen természetes volt, hogy együtt fürdünk a szülőkkel adott esetben, egyikkel vagy másikkal. Ma már ez azért valószínűleg kevésbé bevett, pláne erről való beszéd, az nagyon elnehezült. Igen, ez egy szörnyű dolog. Ez egy alapállapot. Megint az iskolában kellene a gyerekeknek tanulni azt, hogy az emberi test az szép, hogy az milyen. De akkor ezt vegyük végig. Tehát a szülők merjenek bátran csókolozni a gyereket, gondolom. Abszolút. Ölelgetni, csókolózni, a szexet nem mondanám, ez megint kultúra kérdése. Vannak kultúrák, ahol ezt is meg lehet engedni. Ha ez a kultúra nem akarja, akkor mondják a gyereknek, hogy most mi nagyon szeretjük egymást, de ez a mi kettőnk dolga, majd neked is lesz valakid, akit nagyon szeretsz, most menjél egy kicsit játszani. És hagyjál minket egymással játszani. Oké. Okay. De akkor gondolom, ebből az is adódik, hogy nyugodtan merjenek vele, nem tudom én, képzőművészeti tárlatokra menni, fedetlen, női kebleket a különböző festményeken. Sőt, muszáj menni, mert valahol kell, hogy lássák, hogy az nem szégyen. Uh-huh. Hát a legtöbb ember a saját testét szégyeli. Piszkosul, igen. Ami szörnyű, mert nem veszi észre, hogyha az változik, hogyha valami bőrbaja van, egyáltalán nem törődik a testével. A bőr ugye azon több ezer mikróba van, azzal törődni kell. Nem lehet, hogy is mondjam, úgy tekinteni, mintha nem lenne. Fölhúzzuk a ruhát, és azt hiszük, hogy most mi kívül vagyunk. De nem, belül vagyunk, ez a ruha ezt csak eltakarja. És ami belül van, az az érdekes, és az a fontos, azt időnként tükör előtt, vagy tükör nélkül meg kell nézni, meg kell vizsgálni. De mi most azt mondod, hogy álljon oda az apa, álljon oda az anya, mesztelen a gyerek mellé a tükör előtt. Igen, és nézzék végig és egymást. Nézzék végig a, nem igen, tudom, vaginájukat, a péniszüket. Igen, mindent, és a hátukat, és a hónaljukat, és törődjenek azzal, hogy ők milyenek. De a gyerekkel közösen mutassák meg igen, neki? Igen, de 3 éves kortól figyelmeztessék a szabályokra, hogy ez a kultúra, amiben élünk olyan, hogy idegeneknek ilyet nem mutatunk. Aha. Nem hívjuk be a szomszédot, nem hívjuk be a nagymamát, nem hívjuk be a nem tudom kit, mert ez a család, ez a szeretők dolga. Tehát a szabályt be kell vezetni, hogy nehogy azt higgye, hogy most akkor az egész világban ezt lehet csinálni, az lenne jó, de nem lehet. Az lenne a jó, Vilmos? Hát el tudok képzelni. Képzeld el, mennyivel élvezetesebb lenne a televízió, mesztelen bemondók, meg bemondónők volnának, volna miért nézni. De mi most, ha mondjuk mi itt mesztelenül beszélgetnénk, szerinted az kívánatos lenne a nézők számára? Az valószínűleg nem, de gondold el, hogy a politika hogy megváltozna, hogyha azok az öreg logó, hogy is mondjam, nemi szervekkel rendelkező bácsik oktatnának ki arról, hogy hogyan van a világ.
másképp látnánk a világot. Hogyha az igazi valójukba látnánk az embereket, olyannak látnánk, amilyenek. Mert nem olyanok, a ruhájukkal elfedik. Tekintélyes, fekete, jól szabott ruhákban azt hiszük, hogy oda nézünk, és az a tekintély. Ha látnánk azt a putin öreg embert, hát akkor jöjjön valaki értelmes, aki elmondja, hogy mit kell csinálni. De hát ez vicc, ezt ebben a kultúrában nem lehet. Javítani lehet rajta. Volt egy társadalmi kezdeményezés 2006-ban, a Szeretem Magyarországot klub, amelynek te is alapító tagja voltál. Készítettünk egy rövid összeállítást, hogy megnézzük, hogy mi volt igazából ennek a klubnak a célja, és aztán beszélgessünk erről egy kicsit. Jó. Kampányt indított az utcai erőszak ellen és a nyugalomért a 100 közéleti emberből, tudósokból, művészekből álló Szerettem Magyarországot klub. Egy-egy képeslapot várnak azoktól, akik nem vonulnak az utcára, hogy megmutassák, ők sokan vannak. A klub tagjai azt mondják, ebből lett elegük. Az utcai erőszakból és brutalitásból. Abból, hogy a frontok megmerevettek, nem csak az utcán, hanem a parlamentben is. Itt valami olyasmi történt, ami gyerekekkel nagyon gyakran megtörténik, hogy amikor szabályokat kezdenek tanulni olyan 3-10 éves koruk között, akkor elkezdik kitapogatni, hogy a szabály az pontosan mire érvényes, és meddig lehet elmenni a megsértésben. Tehát a társadalom 40 évig olyan, hogy elmenjen tüntetni, ugye 56 kivételével nem volt. Most kipróbálták, lehet. Nem csak tüntetni lehet, ott lehet lakni a Kossuth téren, körbe lehet pisilni, mindent lehet csinálni. Nem hangsúlyoztad itt túl azt, hogy miért nem kívánatos a sorrendbontás, miközben lehet, hogy kevesebb figyelem tevődött arra, hogy ennek a rendbontásnak volt valami típusú oka, egy politikai fölháborodottság, aminek azt érezték a tüntetők, hogy így tudnak hangot adni kizárólag? Ezen mindig lehet vitatkozni, mert most hány ember gondolja, hogy ez egy szörnyű dolog, hányan mennek oda? Itt van a mostani tanár ügy, ugye? Van, nem tudom én, 100 000 tanár, és abból 1000-en mennek tüntetni. Természetes, hogy pátyolgatjuk őket, és mondjuk, hogy igen, rugassák ki magukat, és menjenek, és majd csak lesz valami. De amíg a 99 000 otthon van, addig ennek nincs túl sok reménye abban, hogy lesz valami. De ezért van szerintem jelentőség a tárgyak elleni erőszaknak, mert 2006-ban ennek a tüntetés sorozatnak azért volt kiemelkedő jelentősége, mert fölgyújtottak egy-két autót. Minden modern demokráciában a tiltakozások során egy-két autót föl szokás gyújtani. A mostani tüntetések pedig ilyen már-már irritálóan erőszakmentesek abban az értelemben, hogy kínosan ügyelnek arra, hogy ne lehessen rájuk fogni, hogy bármifajta rendbontást elkövetnek. Ugyanakkor látszik, hogy ezzel a követeléseiknek nem tudnak igazi súlyt adni. Tehát azért egy-két tűzcsapot leverni, azt mondom még egyszer, nincs olyan fejlett demokrácia, ahol Franciaországtól Németországon át egészen Angliáig bezárólag ne történne meg. Itt pedig a tüntetés kultúra látványosan le van nyomva azzal, hogy véletlenül se veszítsük el a méltóságunkat, csak az a helyzet, hogy így meg a figyelmet nem képesek megnyerni a jogos követeléseiknek. Bocsáss meg, azt mondod, hogy lesz felszokás gyújtani néhány autót. Ezzel azt fejezted ki, hogy ez egy kötelesség. Hogy az, hogy ha kimegyek tüntetni, akkor végzem jól a dolgomat, ha néhány autót felgyújtunk. Ez nem igaz. Francia szakszervezeti aktivisták vitatkoznának veled. De hadd mondjam végig, ha kimegyünk tüntetni, biztosan lesz Franciaországban, meg máshol is, néhány ember, aki nem tudja tartani a többség fegyelmét, és fel fog gyújtani egy-két autót, ezt nagyon sajnáljuk. De nem mondjuk azt, hogy felszokás gyújtani, mert akkor mindig lesz valaki, aki megpróbálja. Ebben igazad van, csak ugye ezek reakciók. Amik arra, tehát mondjuk vegyük a sárga mellényesek tüntetését Franciaországban. Azt mondták, hogy a politikai elit egyszerűen szélsőségesen ignorálja az igényeinket,
erőszakot követel a társadalommal szemben, amikor leépíti a szociális hálót, nem ad megfelelő oktatást, nem ad megfelelő munkaerőpiaci védelmet, nem fizetnek elégséges bért azért, hogy meg tudjunk élni, folyamatosan erőszakot tesz rajtunk az államhatalom. Hát ehhez képest mi az, hogy én fölgyújtok egy autót, hogy végre észrevegyék azt, hogy valójában ők maguk mekkora agresszorok velünk szemben. Ebben nem látszik az olhatóságot? Van 5-10% az országnak, amelyiknek nincs képviselete, nincsenek igazi szervezetei, nem létezik. De ez nem normális. Bocs, ezt így fogalmaztál, hogy ebben a magyar demokráciában nincsen baloldali párt, nincs aki oly hatékonyan képviselni 5 millió nyomorgó érdekét, hogy legalább 4 millió fölkapaszkodjon az úgynevezett középosztályba. De akkor miért nincs Magyarországon baloldali párt, ha egyébként azt mondod, hogy nyomorgók tömegei vannak, akiknek nincsen képviselete? Azért, mert egy, hogy is mondjam, ugye a Kádár rendszert minek nevezik? Jobboldalinak biztos nem. Ugye a baloldaliak is tiltakoznak, hogy az sem volt, mert ez egy diktatúra, de azért voltak baloldali elemei. Na most, amikor ez a rendszer megszűnik, akkor nagyon nehéz igazi baloldalt csinálni. Ugye itt az történt, hogy a rendszerváltáskor volt egy konszolidáltnak tűnő Kádár rendszer, ahol olyan nagy nyomor és nagy gazdagság nem volt, Trabant és Kiskert a vágyak ne továbbja, rászabadítjuk a kapitalizmust, és nincsenek meg a, hogy is mondjam, gyorsan el lehet nyomni az alsó néhány milliót, és nincs meg a szokás és a szerveződés és a memóriája arra, hogy hogyan kell ilyen helyzetben viselkedni. Ahogy az ipari forradalom idején sem rögtön szakszervezetek és fejlett pártok képviselték a munkások érdekeit, hanem az sok évtized volt, amíg abból lett valami. Most itt ugyanez a helyzet, majd lesz, de egyelőre azért nincsen, mert az előző rendszerben ez hiányzott, és ezt nem lehet egyik napról a másikra megteremteni. Ha ma, aki baloldali akar igazán lenni, annak azzal kell számolni, hogy ma a baloldal nem a hatalom átvételről szól, ma a baloldal arról szól, hogy elmész a cigány gyerekekhez és tanítod őket. És akkor majd lesz valami, 2-3 generáció után. 2010-ben még úgy nyilatkoztál, hogy drukkoltál a Fideszes kétharmadért, mert szeretted volna, hogyha van egy erős kormányzás, ami nem hivatkozhat arra, hogy az ellenzék hogyan gáncsolja az ő működését. De a rendszerváltáskor még amellett érveltél, hogy az lenne a jó, hogyha sok kis pártból állna össze valamilyen típusú képviseleti rendszer. Én is lehetek naív azért. Én azért gondoltam, azt gondoltam, hogy a Fidesz vezetői azok, hogy is mondjam, egy modernebb társadalomkép, tehát egy Finnországot, Svédországot, Dániát céloznak meg. Dánia... Ezt te a 2010-es Orbán Viktorból kinézted? Én naiv voltam. Nem, én nem szerettem, én nem a Fideszre szavaztam, nem voltam fideszes. De amikor nem sikerült az első években, akkor azt gondoltam, hogy részben azért nem sikerül, mert minden szabad. És hogyha egy kicsit több lenne a kontroll, akkor talán a jó dolgokat át lehetne úgy vinni, hogy nem gáncsolják el. És hát, és én elképzeltem, hogy a Fidesz ezt meg fogja csinálni, és amit csinált, az nem ez volt. Hát sajnálom. És én nem tudományos alapon gondolkodtam erről, és nem, hogy is mondjam, mint tudós nem vállalom ezért a felelősséget. Én mint egyén gondoltam azt, hogy milyen jó lenne, de nem lett ilyen jó. Hát. És akkor mit tanulhatna egy baloldali mozgalom a Fidesztől szerinted? Hogy amikor a Fidesz először bukott nagyot, akkor a polgári köröket szervezte nagyon helyesen, okosan és nagyon eredményesen. Mit szervez a baloldal? Irodákat. Te,
Nem erre a könyörgöm. Olyan értelmiségre van szükség, lehet, hogy egyszer ilyen lesz megint. Tanítókra, akik lemennek és beszélnek az emberekkel is, elmagyaráznak dolgokat. Tanítókra van szükségünk, nem fönt kell változtatni, hanem lent kell változtatni. Lent kell az embereknek megérteni, hogy hogy működik a társadalom, hogy te mit tehetsz azért, hogy egy kicsit másképp működjön. Vannak népfőiskolák, vannak olyan tanfolyamok, ahova egyszerű emberek bemehetnek és hallhatnak a bankokról, a kapitalizmusról, a piacról, a helyi adócsalási ügyekről és mindenről, amiről tudni kéne egy egyszerű embernek. Nem Pesten, vidéken. Nincsenek. Tehát én azt látom, hogy az emberek most teljes tudatlanságban élnek a rendszer egészét illetően. Tehát van egy óriási információ tömeg, ami rájuk zúdul a médiából, a fejet ezzel van tele, a memóriájában a tévéműsorok és a média műsorok vannak. És nem megy el egy helyre, ahol 20-30 ember beszélget valamiről, és értelmesen elmagyarázza, hogy a szociális világ hogyan működik. És az iskola meg, hát az végképp elszakadt az élettől, hát közösség nincs. Lehetne, hogyha az iskola az lenne a célja, hogy a gyerekek ide tudással jönnek, mert hallják a médiából, meg az internetből, meg a szomszédaiktól, meg egymástól, rengeteg mindent tudnak, ezt a tudást csak rendezni kell, nem nekünk kell adni, hanem össze kell rendezni, meg megmutatni a lehetőséget, hogy mi mindent lehet még megszerezni. Közösséget kell alkotni. Minden iskolának egy közösségnek kéne lenni, hogy legalább 3-4 évig legyenek olyan barátaim, akikre számíthatok, akikkel azonos élményeim vannak. Hát könyörgöm, a társadalmi élet minden területét úgy kéne megszervezni, hogy ha alkalom van, legalább egy kvázi közösség létrejöjjön. Záró kérdéskör. Hogy... Hallod, Moka? Így... Hallja, hát ő aztán abszolút már látszik, hogy nagyon ki van erre élezve. Szóval nyilvánvalóan évtizedes viszonylatban is az egyik legmegbecsültebb tagja vagy a magyar nyilvánosságnak. Nagyon fontos igazodási pont tudományos kérdésekben, adott esetben kulturális kérdésekben. Nyilvánvalóan az etológiát azt tetetted szexivé ebben az országban, az, hogy az emberek egyáltalán olvasnak ilyen típusú népszerűsítő irodalmat, vagy akár tudományos irodalmat is, és így tovább, abban neked elévületetlen érdemeid vannak. Tehát ugye ez szerintem egy nagyon fontos, kihangsúlyozandó pont. De van egy kérdés, ami nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, nevezetesen, hogy van egy olyan szerkezeti sajátossága a magyar nyilvánosságnak, hogyha valaki valamilyen szakterületen kiválónak bizonyul, akkor az elismertségét nagyon gyakran használják arra, hogy az ő szakterületétől nagyon eltérő kérdésekben is autoritásnak tekintsék őt. És ez létrehoz egy bizonyos típusú, ilyen omnipotens szerepkört és szerepfelfogást. Te láttad ennek a veszélyét a saját magad publikus pozíciója kapcsán? Foglalkoztál-e azzal, hogy mértéktartóan nyilatkozz akár olyan kérdésekről is, amikor lehet, hogy van privát véleményed, de nyilván a te megszólalásod az nem egy privát vélemény, annak súlya van a magyar nyilvánosságban, az tízezrek, százezrek gondolkodását tudja befolyásolni. Én ezt nagyon érzem, és igyekszem a magam szerény eszközeivel küzdeni ellene. Ennek az eredete az, hogy amikor én elkezdtem népszerűsíteni, az egy megvetett dolog volt a tudomány világában, tehát aki népszerűsített, az újságíró volt, és az biztos hülye. És ez kimondható, hogy már megváltozott? Valamely kicsit változott. Akkor én elkezdtem népszerűsíteni, de miután nekem voltak tudományos eredményeim, rám nem lehetett mondani, hogy hülye vagyok. Ezt olyan furcsa bogárnak tartották. De én nem is a tudomány népszerűsítésről beszélek, mert nyilván neked etológusként van egy megalapozott szaktekintélyed, ezért te megdolgoztál, ebben te nagyon sok ezer, tízezer munkaórát beletettél. Szerintem nem kérdés, hogy abban rád érdemes hallgatni, sőt, örüljünk annak, hogy hallgathatunk rád. Fontos ismereteid vannak.
Engem csak az érdekel, hogy nyilván a magyar nyilvánosság is úgy működik, hogy használ személyiségeket, hogy kapjon igazolást ilyen magyar véleményekhez. Mondj egy konkrét példát akkor. Tehát, hogy például egyszer adtál egy interjút az Alindának még a köztévén, az Árórában, amiben arról beszéltél, hogy hát nincsenek cigány hajléktalanok, mert a cigányok nem engedik azt, igen, hogy valaki csak úgy elkoboroljon. Akkor úgy is volt. De hát voltak mindig is cigány hajléktalanok. Nem voltak. Hát hogy ne lettek? Befogadták van őket. Hát, de ezt mi alapján tudod állítani? Az Orsósi a Kabot. Aki most a Pennnek az elnöke New Yorkban? Lehet. Az egy cigány fiú volt, meg is verték, a Balassa Péter tanítványa, és amikor én megismerkedtem vele, az a rendszerváltás legelején volt. Abban az időben sokszor beszéltünk arról, hogy mi van, akkor igenis az volt a szokás, hogyha egy cigány embernek nincs hol aludni, akkor talál helyet magának. Ezt én Orsósiak abban is tudtam igazolni. Aztán ez elmúlt, azt hiszem. Én tehát nem akarok ilyen piszicsári vitába bocsájtkozni vele, de hát, hogy ilyen dokumentumfilmek, meg szociográfiai kutatások szólnak arról, hogy a hajléktalanságban élő emberek között a rendszerváltás előtt is felülreprezentált volt a cigányságnak a létszáma. Tehát, hogy egyszerűen nem volt kivételezettebb a lakhatási státuszuk, mint a nem cigányoké. Ezért is kérdezem, tehát attól, hogy beszéltél az Orsós Jakabbal, az nem biztos, hogy reprezentatív. Én, amikor a rendszerváltozás elkezdődött és megjelentek a pesti utcákon a hajléktalanok, mert amikor te beszélsz, az valószínűleg nem a pesti utcáról szól. Ott én nem láttam cigányokat, és mások se láttak. Lehet, hogy voltak cigány hajléktalanok, de azok vagy máshova mentek, vagy nem tudom, hol voltak, de nem a pesti utcán, az biztos. Nem, de ezt nyilván te tudod elfogadom, belátni, nem, hogy attól, hogy te nem látsz valami persze, jelenséget. Attól még lehet, ezt nem vitatom. Másként kérdezem, te mit gondolsz arról, hogy van a nyilvánosságnak több olyan szereplője, aki valamilyen típusú tudományos eredményekkel rendelkezik, és azt tőkeként használva folyamatosan olyan típusú megszólásokban is érvényesíti, amire nyilvánvalóan nem terjed ki a saját tudományos, adott esetben tudományos kreditje? Hogyha volna még három óránk, és a tudományos életről beszélnénk, ugye, akkor kiderülne, hogy a tudományos életben ugyanolyan emberek élnek, mint a egyéb életben, ugyanazokat a jó dolgokat, és ugyanazokat a személyiségeket követik el, mint a többi ember, csak egyetlen egy különbség van, ahogy egy mérnöknek kell tudni a rajzasztallal bánni, én természettudományos embernek kell tudni a tudományos módszerrel bánni. Aztán az, hogy ezzel mit csinál a közéletbe és kiadja magát ennek annak, ez nem a tudományra tartozik. És a társadalmi bizalmatlanságot ez nem erősítheti abban az értelemben, hogy amikor valaki a saját szakterületén kiváló, de mondjuk a közönség alapvetően az ismeri, hogy megszólal a politikai kérdésekben is, kulturális életvezetési kérdésekben is, szerepel ilyen-olyan műsorokban, tehát van egy más típusú élménye róla, amiben nem biztos, hogy egyezik fel a véleménye, lehet, hogy tudja is az adott néző, hogy nincs igaza ebben vagy abban a politikai kérdésben, és akkor mondjuk jön egy Covid, és hirtelen az van, hogy a tudományos szempontokat kellene tudni értékelni, és azokban vakon megbízni, de hát elég nehéz azok után, hogy azt lehetett látni, hogy más területeken pedig kifejezetten megalapozatlan, sőt adott esetben kifejezetten hülyeségeket beszélt az adott illető. Teljesen igazad van, és ez ellen nagyon nehéz védekezni. Már nem érdekes, hogy te akadémikus vagy egyetemi tanár, és akkor amit te mondasz, az számít. Nem számít. A politikusé számít. Attól függően, hogy melyik, és hogy, és mi. Hát nézd meg a médiát, hogy milyen hol hallottál te? Hallottad az akadémia elnökét bármiről felszólalni? De ez az akadémia elnökéről is szól, hogy nem ér semmilyen típusú lehetőséggel. Én tudnék neked mesélni arról, hogy hányszor próbálkoztunk az akadémiáról tudásokat behívni. Én nagyon fontosan tartom a természettudományos népszerűsítést, illetve azt, hogy ilyen típusú tudások megjelenjenek. Nagyon kevés a nyitottság. De nagyon megmondom, hogy miért? Azért, mert most nem előnyöket és nem hátrányokat akarok, hanem jelenségeket. Az előző átkusban a
tudós és az akadémikus kitüntetett helyen volt, és amit ő mond, az biztosan úgy van, és ha elmentél valahova és megkérdeztek, és elmondtad, az úgy volt. Ha most ugyanezt megteszed, 50-en fogják mondani, hogy hülye vagy. Hát, és a 15-nek lehet, hogy igaza van. Igen. Ezért nem megyünk el. Hát nem ez a dolgunk. Hát jó, hát, de azért ez egy elitista attitűd akkor végső hát, soron. Mondjál egy jobb attitűdöt. Ezt ki ne vágasd belőle. Miért vágatnám ki? Miért vágatnám ki? Már mint a te arcodat. Azt nem, az is benne lesz, ne aggódj. Hát Vilmos, nagyon élvezetes volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy... Én is köszönöm, én kellemesen csalódtam. Akkor az pláne jó. Tényleg utolsó utáni kérdés. Azt mondtad, hogy a képzelő erő, a fantázia... Igen. Evolúciát fogod kutatni. Igen. Erről írok könyvet. Mikorra várhatjuk, hogy ezzel esetleg találkozhatunk a jövő évben. Muszáj, mert a látásom nagyon romlik, és igen? Még egy-másfél évig látok, azt mondja a szemészem, úgyhogy az alatt kell megírjam, mert rengeteget kell olvasnom hozzá. És egy-másfél évet van, már még utána még vagyunk, nem? Igen. Hát élesen olvasni. Makula degeneráció. De egy, tehát a te egész életed mondjuk alapvetően egyik legfontosabb munkaeszköze. Igen, hát elhull a világ, eliramlik az élet. Ez ekkora kibékültségben vagy? Idézem. Igen, 3 éve, 4 éve. És meg tudsz te lenni munka nélkül? Nem. De hát nem kell örökké legyek, ez csak a feleségem gondolja, hogy örökké fogok élni. Nem. 88 éves vagyok, hát mi az Isten csinálja? Van még másfél évet, amíg látsz, és tudsz olvasni. Igen. És hát felteszem, hogy sokkal több az a könyv, amit szeretnél elolvasni az életedben, mint amit el fogsz tudni olvasni. Sajnos. És mégis azt mondod, hogy ezt a tudományos munkának számod, és nem arra, hogy le van szarva, nem olvastam még el, nem tudom én. Ez az életem, az ember tárgyai, személyis, vagy cselekvései, azok beépülnek a személyiségébe. Tehát az, aki én vagyok, az olvas, ír, beszél, csinál valamit. Ha erről lemondok, az a pucér kis didergő lelkecske, az nem én vagyok. Az is van bennem, persze, de az csak a legmélyén van, és az egyedül az semmi. Vilmos, tényleg nagyon köszönöm, élvezetes volt veled beszélgetni. Gyere, majd máskor is legkésőbb, legalább akkor, amikor megjelenik majd a képzelőerő evolúciáról szóló kötetet. Már a fölvetés is fantasztikusan izgalmas, nagyon sok mindent gondolok már így látatlanban is róla, de szeretném elolvasni, hogy te mit gondolsz róla, és aztán kérlek, hogy gyere vissza beszélgetni majd. Köszönöm szépen. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, Mokka kutya nevében is. Ez volt a beszélgetésem Csányi Vilmossal. Hogyha szeretnétek meghallgatni a teljes vágatlan beszélgetést, akkor vagy fizessetek elő a Partizánra, és akkor a Patreon felületükön keresztül hozzáférhettek a videós formához, vagy ha erre nincsen lehetőségetek, akkor ingyenesen is elérhető a podcast platformjainkon keresztül. Ehhez a leírásban található podcast platformok bármelyikére látogassatok el, és ott hozzáfértek a vágatlan beszélgetéshez is. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha lehetőségetekben áll, akkor a finanszírozásunkba is szálljatok be, ehhez szintén találtok linket a leírásban. Ha olyasmit hallottatok, amit érdekesnek találtok, és bármilyen gondolatotok, kérdésetek fölmerült volna Venomzottakkal kapcsolatban, akkor a komment szekcióban várunk benneteket. Ha pedig tartottátok annyira érdekfeszítőnek a beszélgetés, és szeretnétek, hogy másokhoz is eljusson, akkor a like gomb megnyomásával tudjátok pörgetni az algoritmust a mi érdekünkben. Munkatársaim nevében, ideértve masszív a munkakotyát is, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is csáó!